A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Volt a világon egy szegény asszony. Annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kis a szeméten. Egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a kis kakasnál a gyémánt félkrajcárt, és azt mondja neki: Kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom bizén. Kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle. Hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. A török császár csak, hogy ne hallja, bement a házba. De akkor meg a kiskakas az ablakába repült, onnan kiabálta: Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár. Erejt, szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd belé a kútba! A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdi a kútban: Szít fel, begyem a sok vizet! Szít fel, begyem a sok vizet! arra a begye mind felszitta a vizet a kútból. A kis kakas megint felszállott a török császár ablakába. – Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt fél Megint azt mondja erre a török császár szolgálójának. – Eregy, szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé az égő kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kis az égő kemencébe vetette de a kis kakas megint csak elkezdi. Ereszt ki, begyem a vizet, hadolcsa el a tüzet, ereszt ki, begyem a vizet, hadolcsa el a tüzet. Erre a begyem mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredj, szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak. A szolgáló belévetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas. Szít fel, begyem a darást, szít fel, begyem a darást. Arra a begye mint felszitta a darást. Akkor megint felszállott a török császára ablakába. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Már a török császár nem tudta, mi csináljon vele. egy te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide a bő bugyogón fenekébe. Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint csak elkezdi. Erezd ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát! Erezd ki, begyem, a darást, hadd csípje meg a farát. A begyem mind kieresztette a darást. Azok jól megcsípkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár. Jaj, jaj, a fránya, egye meg ezt a kiskakast. Vigyétek hamar a kincses kamrába, hat keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját. Bevitték a kiskakast a kincses kamrába. Ott megint elkezdi a maga mondókáját. Szít fel, begyem a sok pénzt! Szít fel, begyem a sok pénzt! Erre a begyem mind felszítta a török császár három kát pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta gazdasszonyának. Gazdagasszony lett belőle. Még máig is él, ha meg nem halt.